krónikus fájdalom, szklerózis multiplex, súlyos étvágytalanság. Néhány azok közül a betegségek közül, amelyekben az orvosi cannabis hatékonyabb lehet, mint a hagyományos gyógyszerek. Egyre több ország ért egyet abban, hogy az orvosi cannabisnak fontos helye van a gyógyászatban. Az Európai Unió államai egyhangúan támogatták, hogy ezt a nemzetközi szabályozás is lehetővé tegye, kivéve Magyarországot, amely az EU-ban egyedüliként nemmel szavazott. Ez a szklerózis multiplex, és 2021. januárjában diagnosztizálták. Nagyon sokféle mindent hozott magával, mind ugye a sötétben azt, hogy nem látom a tereket, mindez, hogy a fejemet nem tudom felemelni. Étvágytalanság, az viszont inkább a legerősebb, hogy napokig egyszerűen semmilyen ételt nem tudok magamba leküzdeni. Egyáltalán nem érzek éhséget. És amikor meg leülök enni, mert ugye az ember tudja, hogy muszáj lenne étkezni, akkor sem tudom lenyomni az ételt, hanem csak így előttem van a tányér, hogy basszus, ezt muszáj lenne megenni. De nem megy, mert úgy érzem, mintha a torkomba lenne valamilyen kis ajtó, ami így bezárul, és nem tudom lenyelni az ételt. István Németországban él, ahol 2017 óta elérhető az orvosi cannabis. Olyan betegségeknél írhatják fel, ahol nincs más gyógyszer, vagy azok súlyos mellékhatásokkal járnak. István esetében az utóbbi történt. Azt már diagnosztizáltak 2020 júliusában nálam. Súlyosságát illetően annyit tudok mondani, hogy több asztma elleni gyógyszert, asztma sprét kellett kipróbálni addigra, amire valamelyik használt. Használtam gyakorlatilag egy évig ezt a legutolsó fajtát, de olyan mellékhatásokat váltott ki, amitől gyakorlatilag többször voltam kórházban, mint az asztma miatt, maga az asztma miatt. Cív probléma, emésztési probléma, bél, gyomor és hasonlók, amik nálam jelentkeztek. Ezért gondoltam, hogy megpróbálok egy alternatív megoldást. Egy ismerősöm mondta, hogy daganatos betegeknél is a cannabis szokták ilyenkor egymásnak ajánlani. Én meg úgy voltam vele, hogy nincs veszíteni való, miért is ne. Az orvosom mondta, hogy nagyon sok országban egyébként föl is írják a THC tartalmú dolgokat. Azt mondta az orvos, hogy nem ő mondja, mert hogy ő sem mondhatja azt, hogy fekete piacról szerezzem be, de igen, támogatja végül is. Csak nem ő tőle hallottam. A cannabis az úgy jött szóba, hogy rengeteget olvastam utána a dolognak, olyan tanulmányokat olvastam, amik azt támasztották alá, hogy a cannabis THC tartalma, tehát a pszichoaktív hatása erős hörgőtágító hatású, míg a CBD tartalma erős gyulladás csökkentő hatású. Ezért jött a gondolat, hogy akkor megpróbálom. Sokáig kellett keresgélni, mire találtam olyan orvost, aki ezt felírja, de végül is sikerült. A házi orvosom irányított hozzá, nem is a tüdőszakorvos, mert nem mondtam neki, hogy én ezt ki szeretném próbálni, és gyakorlatilag ő irányította ez az orvoshoz, neurológus szakorvoshoz, aki felírta a cannabiszt. Sajnos van sok olyan súlyos betegség, ahol az akadémiai orvoslásnak a készítményei egy bizonyos idő után nem elég hatékonyak, vagy teszem azt, egyáltalán nem hatékonyak. Gondolok olyan betegségekre, mint például a szklerózis multiplex, bizonyos gyulladásos betegségek, stroke utáni spasztikus bénulás, amikor az izomfájdalmai vannak a betegnek, ízületi gyulladások, daganatos betegeknek a fájdalmai, gyulladásos bélbetegségek. Az ideggyógyászat körében is rengeteg ilyen van, mint például az epilepszia, különösen a súlyosabb formája. Itt sokkal hatékonyabb tud lenni a cannabis kivonat, a teljes kivonat, mint bármelyik gyógyszer. Elszívtam egy cigit, és rá egy fél órára körülbelül elkezdett korogni a gyomrom. Aztán elkezdtem enni, és akkor úgy bepótoltam az elmaradt napokat is, hogy egyáltalán nem ettem, mert brutál jó étvágyam lett tőle. Több mint egy éve használom már a cannabiszt, és szépen fokozatosan hagytam abba a gyógyszeres kezelést, tehát nem egyik napról a másikra. A saját pácienseim körében, akik már alkalmaztak valamilyen CBD származékot, vagy cannabis származékot, az két olyan eset volt, ami nagyon-nagyon jó hatású lett volna, hogyha tudta volna folytatni. Az egyik, az egy daganatos beteg volt, aki kemoterápiát kapott, és a kemónak a mellékhatásaira jó volt a cannabis készítmény. A tiszta CBD az annyira nem volt hatékony, mint
egy teljes növényzet. Szereztek is, hát nyilván nem egészen legális úton, és nagyon meg voltak elégedve a hatással. Tehát a kemoterápia utáni rossz közérzet, gyengeség, hány inger, hányás, ez mind elmaradt, egy jó közérzet, egy elviselhető fájdalom mellett tulajdonképpen egy normális életvitelt tudott folytatni az illető. Itt ugye a kanabisznak a beszerzésével volt a gond, és a család egy idő után egyszerűen nem vállalta azt a rizikót, hogy ők kábítószer birtoklásért vagy beszerzésért esetleg hatóság elé kerüljenek. Jelenleg ennyit tudok tenni, hogy fekete úton hozzáférek, hogy tudjak étkezni. Más megoldásom jelen állás szerint nincsen. Azért ez borzasztó, hogy ilyen banális félelmek miatt hagyunk egy embert a betegségében szenvedni. A legnagyobb probléma itthon jelenleg az, hogy nem tudhatjuk, hogy fekete úton mihez jutunk hozzá. Mert egyáltalán nem garantált, hogy ez valóban tiszta kanabisz. Nem tudhatja egy fogyasztó sem, hogy mi a jóisten van ráöntve. És ez viszont már nagyon veszélyes. A probléma itt meg az, hogy ma már nem pár száz forintokért fér hozzá az ember, hanem rengeteg pénzbe kerül az, hogy megvegyem a szemetet, amit aztán ki is dobok. Nekem van egy szerződésem, amiben benne van, hogy közúti forgalomban részt vehetek, vezethetek autót, kerékpározhatok, mindent csinálhatok. Van egy olyan cannabis patika gyakorlatilag, Lipcsében azt hiszem, amelyiknek a weboldalán te magad szűrőkkel ki tudod választani, hogy melyen fajtát szeretnél. Tehát az információt igazából nem a patikától kapom, hogy miért érdemes, hanem az orvostól, aki felírja a gyógyszert. Tehát ő javasolta például azt is, hogyha én dolgozni szeretnék, hogy azt már nál, ugye nem lehet tudni, mikor jön az emberre, a nehézség, amikor használni kell, lehet, hogy pont az a munkahelyemen leszek. Ő mondta azt is, hogy akkor próbáljak meg egy olyat, amiben magasabb a CBD tartalom, de kevesebb a THC tartalom, és így tovább. Most egy olyat használok, aminek a THC tartalma relatív alacsony, vagy közepesnek mondható, 10%, és a CBD tartalma is 10%, tehát gyakorlatilag ezzel merek menni, dolgozni, merek autót vezetni. Magyarországon a legtöbb betegség esetén hatásos kanabiszvirágzat minden formája kábítószernek minősül, de néhány kanabisz alapú gyógyszer felírható receptre. Az orvosok viszont általában nem tudnak róluk, vagy félnek felírni őket, így a betegek illegális forrásból kénytelenek pótolni ezeket. Szerintem az orvosokat szélesebb körbe kellene tájékoztatni arról, hogy a kanabisznak bizonyos készítményei azok tiszta jogi háttérrel rendelkeznek. Tehát akkor, amikor egy készítménynek úgy engedélye van, megvannak a szabályok, hogy kinek hogy lehet felírni, akkor teljesen legálisan felírható. Nem kell félni attól, hogy valaki rekreációra, vagy bármilyen egyéb módra, vagy dologra fogja felhasználni. Itt a gond az, hogy egyrészt nem tudják az orvosok, másrészt az, hogy nincs rá támogatás. Tehát az, hogy egy betegnek havi 200 000 forintba kerüljön a terápiája, és ez nem két hónapig kell, hanem esetleg évekig, vagy évtizedekig, szóval ez nem biztos, hogy felvállalható. Most arra tudományos bizonyítás nyert, hogy a növény széles körben alkalmazható a gyógyászatban. 2020 végén az ENSZ tagállamai úgy döntöttek, hogy eltávolítják a kanabiszt a terápiás használatra alkalmatlan szerek jegyzékéről. Magyarországon azonban továbbra is betegek 10 000-eit fosztják meg attól, hogy hatékony segítséghez jussanak. Európában van már szabályzás a kanabisz készítményekről. Ezt elfogadta az ENSZ, ezt az egyezményt, csak Magyarország nem írta alá. Tehát, hogyha egy egész Európában elfogadott, kidolgozott rendszerhez csatlakozhatnánk, az sokat lendítene az ügyön. De ha már csak a tényt ismertetnék az orvosokkal, hogy az EU-ban ez a szabályzás, így kell csinálni, úgy kell csinálni, függetlenül attól, hogy Magyarország ezt nem írta alá, már az is nagyon sokat segítene. Mi továbbra is azért dolgozunk, hogy a betegek segítséghez, az orvosok pedig információhoz jussanak. Végső célunk, hogy a döntéshozókat is meggyőzzük a Magyar Orvosi Cannabis Program elindításáról.